Vendégünk Bajnai Gordon, az Együtt PM vezetője. Jó estét! Jó estét kívánok! Nem célom, hogy ez a beszélgetés is leragadjon az összefogás, összenemfogás kérdéskörénél kizárólag, de ugye december 10-éig kérte Gyurcsány Ferenc önöket, meg az MSZP-t is, hogy fontolják meg, hogy újra tárgyalóasztalhoz ülnek vele. Ő azt mondja, hogy ez nem ultimátum, az ellenzék, mintha azt mondaná az ellenzék többi része, hogy szerintük ez ultimátum. Ön minek tartja ezt a kérést, és mi a válasza rá? Nézze, egy éve dolgozom azon, hogy legyen összefogás, és eddig már 6 kisebb és nagyobb szervezet fogott össze egymással, és azt tanultam meg ez alatt az egy év alatt, hogy semmi nem árt annyira a győzelemnek, a győzelembe vetett hitnek, az összefogás lehetőségének, mint hogyha nyilvánosan üzengetünk egymásnak határidőkkel, vagy határidők nélkül. Úgyhogy éppen ezért most se szeretnék a nyilvánosság előtt viszont üzenetet küldeni, amit majd akkor holnap megint le kell reagálni, aztán megint le kell reagálni. Én azt gondolom, hogy mindenkelőtt a választókkal kell foglalkoznunk. Tehát akkor december 10-éig nem is fognak foglalkozni ezzel a kéréssel? Hát ezt a határidőt nem mi szabtuk, nem belünk egyeztették, én ezt nem tartom, hogy ez ránk nézve kötelező határidőnek. Nyilván van feladat az ellenzéki összefogással, van feladat azzal, hogy a választóknak hitet adjunk, ezt sokféleképpen kell elérni, de nem fogok ebben most nyilvánosan üzenni. Azt nyilatkozta a Népszabadságban Magyar Bálint, aki nem DK-tag, hogy szerinte, mivel csak az egyéni választókörzetekben lehet és kell megnyerni a választásokat, ott csak akkor van esély, ha az ellenzéki jelöltek neve mellett ott szerepel az MSZP, az Együtt és a DK is. Ezt Magyar Bálint rosszul gondolja? Én azt mondom egy éve, hogy akkor van esélyünk, hogyha meg tudunk állapodni abban, hogy egy ellenzéki jelölt áll szemben a Fidesz jelöltjével minden egyes körzetben, és ezen dolgozom. Ezért hoztunk egy csomó áldozatot. Az Együtt PM is lemondott egy csomó helyről, például a DK javára is lemondott volna, ha emlékszik, azért, hogy legyen megállapodás. De egyébként lemondtunk nagyon sok pénzről. Ugye a Fidesz olyan választási rendszert csinált, ahol azzal, hogy mi 31 jelöltet állítunk, és nem 106-ot, például mi 500 millió forintról mondtunk le választási támogatásként. És még nagyon sok más ambíciót háttérbe rendeltünk. Úgyhogy szerintem ez az út ahhoz, hogy valamilyen megállapodás végül létrejöjjön. Elképzelhetőnek tart-e harmadik miniszterelnök jelöltet, ugyan sajtóértesülések szerint, de Gyurcsány Ferenc például állítólag azt tervezi majd a 10. határidő után, hogy neveket kezd bedobni, hogy ki mindenki lehetne még? Hát nézze, egyszer már volt miniszterelnöki casting Magyarországon, annak a végén egyébként én lettem a miniszterelnök, de az a megelőző egy hét az rengeteget segített a Fidesznek abban, hogy egy év múlva egy kétharmados győzelmet arasson, úgyhogy én semmifajta nyilvános miniszterelnöki jelölt állítgatás, diskurzust nem tartanék jónak, károsnak tartanám, így egyértelműbb azt hiszem. Szintén a sajtóban repült fel nemrég az ön által azóta egyébként már cáfolt értesülés, hogy esetleg önt indíthatnák majd főpolgármester jelöltnek az MSZP és az Együtt összefogásában, és állítólag erre a Fidesz olyan módon készül, hogy át is alakítanák az egész közjogi rendszert Budapesten ezért. Az ön cáfolata arra koncentrált, hogy most az országgyűlési választásokat kell megnyerni. Ez azt jelenti, hogy nem időszerű ez a kérdés, vagy kifejezetten kizárt, akkor se vállalna egy ilyen felkérést, ha majd később időszerű lenne? Szerintem nem időszerű ez a kérdés semmiképp. Én a győzelemre szegődtem, azért jöttem vissza a politikába egy évvel ezelőtt, hogy végre váltsuk már le ezt a rezsimet, ami ennyi kárt okoz az országnak, meg ekkora bajt jelent a jövőben az országnak. Ezért én ezzel szeretnék foglalkozni, nem személyi kérdés, nem személyi helyezkedéssel, nem pozíciókosztogatásával kéne foglalkozni az utána való időszakra, hanem azzal, hogy hogyan győzzük le végre Orbán Viktor rendszerét. Mert ha ez így marad, akkor erre mindannyian rámegyünk, nem csak az ellenzék, a mindannyian alatt Magyarországot értem. Soha nem mond, hogy soha, jól értem, ez is benne volt a válaszban. Nem ez volt a célom, nem ezt akartam üzenni, hanem azt, hogy foglalkozzunk már végre azzal, ami a dolgunk. Mert szerintem egyébként valójában a Fidesz dobta be ezt a bajnai féle főpolgármester jelöltséget, és tudja miért? Azért, hogy ürügyet keressen arra, hogy egyébként elfogadhatatlan módon átalakítsa az önkormányzati választási rendszert a fővárosban. Mert szeretnék azt is, hogy a főpolgármester se lehessen majd ellenzéki, vagy ne lehessen olyan, aki nem tőlük függ. Tarlós István se szeretné ezt a rendszert egyébként, és ő ellenzékének nem mondható. Nem, de hát úgy tűnik neki is elég sok vitája van a Fidesz-szel. Másik sajtóértesülés, amiről már szintén azt mondták, hogy önök szerint a Fidesz dobta be, az az, hogy az MSZP tartalékosokkal készülne arra az eshetőségre, hogy az Együtt valami miatt mégsem tud bizonyos körzetekben jelölteket indítani.
De ehhez képest Szanyi Tibor, akit azóta a Kossuth Rádióban megkérdeztek erről, azt mondta, hogy hát ez csak olyan, mint ahogy a nagymama eltesz Szilva Lekvárt is, meg Barack Lekvárt is, minden párt készül másod, harmad, negyed vonalakkal, mindenféle eshetőségekre, nincs ez más, másképpen az együtt esetében sem. Nézd, az MSZP vezetői Tóbiás József, Mesterházi Attila, Molnár Zsolt nyilvánosan és névvel cáfolták ezt a dolgot, tehát nem hiszem, hogy engem kell erről megkérdezni. Ha kétel van ebben, akkor érdemes őket. Mi kötöttünk egy erős szövetséget. Abban mind a ketten hoztunk áldozatokat. Ez a szövetség, ez a pólus ma lefedi az ellenzéki szavazók döntő többségét, az összes biztos szavazónak bő 30%-át. Szerintem ez az a pólus, ami egyértelmű megoldást kínál annak, aki a Fideszt le akarja váltani. Ide érdemes szavazni. Ezt a pólust kell erősíteni, ebbe kell gondolkodni, ezt kell minél inkább felhíználni úgy, hogy a választásokon meggyőző győzelmet arasson a Fidesz-szel szemben. Minden más butaság. Nemrég tartott egy sajtótájékoztatót a Horváth András által nyilvánosságra hozott, feltételezett 1000 milliárdos áfacsalásról, és ennek a során azt mondta, hogy a jelenlegi kormány az adóhatósággal a kegyenceit védi, az ellenfeleit bünteti, és meg kell szabadítani a politikai befolyásolástól. Bizonyítékok is vannak arra, hogy a NAV-ot politikai befolyásolásra használja a kormány? Hát egyrészt Horváth úr azt állítja, hogy egy bizonyos zöld dossziéban vannak bizonyítékai, de nekem személyesen napi élményem, ahogy járom az országot. Vállalkozók jönnek oda hozzám, és nevük elhallgatása mellett mesélik el azokat a történeteket, hogy ők hogy kapnak adóvizsgálatot, hogy használják ellenük érzésük szerint. Vagy az adóhatóságot, vagy adott esetben más hatóságokat, hogy őket a versenyben nehezebb helyzetbe hozzák, vagy esetleg mondjuk ellenzéki szimpátiájuk miatt támadják. Ez mindenképpen elfogadhatatlan, akkor is, ha mi leszünk kormányon, akkor is elfogadhatatlannak fogom mondani, hogy az adóhatóságot, aminek az a dolga, hogy beszedje a magyar adófizetők pénzét, hogy a magyar polgárok érdekében azt elköltsük, azt ilyen célokra használják. Ön azt is mondta, hogy a CBA közeli vállalkozások a legérintettebbek, és a CBA csoport pedig egyébként egyrészt a legnagyobb nyertese a jelenlegi rezsimnek, másrészt a legnagyobb támogatója. A CBA vezetői pedig siettek kijelenteni, hogy ő szerintük ez rágalmazás. Ezeket az állításokat tudja bizonyítani? Nézze, nem is nekem kell, ezt az átlátszó.hu-nak kell bizonyítani. Méghozzá ők föltettek egy elég hosszú és részletes dokumentumot arról, hogy a CBA rendszerében, a CBA birodalom egyik franchise vállalkozásaként sok vállalkozást üzlemeltető cégcsoport egyik tagja, leányvállalata ellen folyik egy 4 milliárd forint körüli áfacsalási vizsgálat, és ez a vizsgálat, ez pontosan azt a struktúrát futja be, mutatja be, amit egyébként Horváth András általánosságban nevek említése nélkül egyelőre leírt. Ez azt mutatja, hogy valóban sok milliárdos ügyekben létezik ez a fajta csalási ügy. Ezért álltam ki pénteken, és mondtam azt, hogy na akkor van ennek egy büntető szála, annak, amit Horváth András mond, hogy ha igaz az, hogy évente 1000 milliárd így eltűnik a magyar költségvetésből, akkor az a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb botránya. 1000 milliárd, az el tudja képzelni mennyi pénz? Hát a felsőoktatásot 50 milliárddal, 60 milliárddal helyre lehetne hozni. Ehhez képest tűnik el 1000 milliárd. Szóval, de ha a fele igaz, akkor is megoldottuk Magyarország rövidtávú, mondjuk szociális és szegénységi problémáinak nagy részét. Úgyhogy ezért érdemes ezzel foglalkozni, és érdemes lenne, hogy a kormány is foglalkozzon ezzel, és ne megúszni próbálja ezt az ügyet. A miniszterelnök azt mondja, hogy nem látott konkrétumokat, konkrétumok nélkül pedig nem tud foglalkozni vele. Konkrétum például az átlátszón lévő ügy, ami azt mutatja, hogy ez a fajta mechanizmus működhet. De egyébként az Európai Unió is közzétett egy becslést, hogy Magyarországon ők is 1000 milliárd körüli eltűnt összeget valószínűsítenek, egyszerűen statisztikák alapján is, hogy ennyi hiányzik más országokhoz képest. Tehát több minden azt mutatja, hogy valami nincs rendben. És amikor azt mondja, hogy valami nincs rendben, akkor két dolog megváltozott az elmúlt 3 évben, ami korábban nem így volt. Az egyik, hogy korábban minden egyes kiemelt adózót, a 3000 legnagyobb adózót, azt legalább 3 évente kötelező volt az adóhatóságnak teljes mértékben levizsgálni, hiszen ott tűnhetnek el nagy pénzek. Ezt megszüntették. Én azt szeretném, és az az egyik javaslatom, amit jövő héten benyújtunk a parlamentnek, hogy a 3000 legnagyobb adózót azt évente legyen kötelező levizsgálni az APEC-nek, vagy a NAV-nak, ez az új neve. A másik, ami a APEC helyett NAV létrehozással megszűnt, az pedig az, hogy korábban létezett egy
országos hatáskörrel rendelkező ilyen szuper revizori kör, aki az ország minden részében vizsgálódhatott. Rájuk utaltak úgy, hogy ez a bizonyos adó FBI? Én azt javaslom, hogy a korábbi állapotot visszahozva és továbbfejlesztve hozzuk létre a magyar adó FBI-t, ami azt jelenti, hogy a normál adóvizsgálatokban is kiemelt ügyekben van országos hatáskör. Nem lehet az, hogy egyik megyéből a másikba menve eltűnik az adózó. Másrészt közvetlen kapcsolata legyen ezeknek az országos szuperrevizoroknak a nyomozó hatóságokkal, hogy azonnal tudjanak élni az ilyen ügyekben. És még egy dolgot meg kell csinálni. Ezeknek a trükkös ügyeknek, mint például ahhoz az átlátszó.hu-n bemutatott 4 milliárdos ügynek, az a sajátossága, hogy mindig van egy külföldi szál. Egy pillanatra valaki kiviszi, vagy papíron legalább kiviszi az árut valamelyik szomszédos országba. Ezért azt is javasoltam, hogy kössünk olyan automatikus hozzáférés biztosító gyors jogsegélyegyezményt Szlovákiával, Romániával, Szerbiával, mondjuk ők EU-n kívül vannak, de velük is, ha lehet, ami lehetővé teszi, hogy ezekben az ügyekben mozogjunk. Szóval nagyon konkrét szakmai javaslatokat tettünk le, mert egyik oldalról van ez a büntető ügy, hogy szándékosan esetleg adófizetőket próbálnak kimosni ügyekből, amit a Horváth András állít. Ezt vizsgálja ki a rendőrség, az ügyészség, de ezt a parlamentnek kell ellenőrizni. Mert az, hogy megneveznek nagyon magas kormányzati vagy parlamenti tisztséget viselő személyeket ebben a Horváth András féle vádban, és ők, akiket megneveztek, akik állítólag érintettek ebben az ügyben, ők maguk felügyelik ezt a vizsgálatot, az ugye eleve kérdőjelessé teszi, hogy érdemes ezt a vizsgálatot komolyan venni. Tehát független parlamenti vizsgálatra van szükség, ebbe biztatom az ellenzéki társaimat is, hogy ezt támogassák és ne akadályozzák. Másik oldalról pedig rendszer szintű változások kellenek. Magyar adó FBI kell, a kiemelt adózókat évente ellenőrző adóhatóság, jogsegélyegyezmény a környező országokkal, és hagy ugorjak egy negyedik javaslattal pont az ellenkező végletbe. Ami viszont a kisvállalkozásokkal, a kiskereskedőkkel zajlik most a pénztárgépek online bekötése kapcsán, amit a kormány idei évre ígért. Aztán végig elbénázott, elszerencsétlenkedett, ön is követte talán. 205 ezer vállalkozásnál kellene bekötni ezeket az online pénztárgépeket, ebből 2600-at talán szállítottak ki eddig 1%-nyit. A kormány bénázása miatt január 1-től meg el fogják kezdeni büntetni ezeket a kisvállalkozókat. Itt meg az ellenkező probléma van. Őket pontosan, hogy mentesíteni kellene néhány hónapra, hogy legyen idejük felkészülni, beszerezni azokat a gépeket, amit a kormány szerencsétlenkedése miatt eddig nem tudtak megtenni. Ezt egyébként a vállalkozók érdekképviselői is kérik a kormánytól, majd januárban meglátjuk, hogy mi történik, és lesznek-e büntetések. Egy másik témában, amit önök szintén középpontba helyeztek az utóbbi időben, a fiatalok elvándorlásának témájában, ön viszont úgy nyilatkozott az utóbbi időben, mintha ez kifejezetten a kormány felelőssége lenne. De ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy azért ehhez a gazdasági válságnak is sok köze lehet. 2003-2004-ben indult igazán ez a folyamat, aztán megtorpant egy pillanatra, 2009-ben épp az ön miniszterelnöksége idején kezdett el meredeken emelkedni újra. Akkor miért ennyire biztos benne, hogy Orbán kormány tehet róla? Most jártam Londonban, hétfőn este találkoztam kint élő magyarokkal szép számban. Most már nem először, mert márciusban is elmentem hozzájuk. Ugye ön is tudja, hogy London ma a harmadik, negyedik legnagyobb magyar város, olyan 150 ezerre becsülik az ott élő magyarok számát, csak Londonban, és akkor Angliában még sok más helyen vannak. És mindig azt hallom tőlük, hogy ők a reménytelenség elől menekülnek el. És az elmúlt években drámaian felgyorsult az elvándorlás. Csak az idén első negyed évben közel 25 ezeren kértek Londonban angliai ilyen tajkártyát, tehát ilyen letelepedési, társadalombiztosítási kártyát. De Németországban is az első fél évben 20 ezer fölötti volt a növekmény. Ez azt jelenti, hogy, és ez mindannyiunknak a naponta megért tapasztalata, mindenkinek a családjában vagy az ismeretségi körében vannak ilyen fiatal emberek, életerős, vállalkozókedvű vagy jól képzett fiatal emberek, akik elmennek. Ezt én egy nemzeti sorskérdésnek tartom. Tehát ha ezt nem tudjuk visszahozni, akkor nagyon nagy baj lesz az adatok, és itt van egy grafikon, ami egyértelműen mutatja ezek brit adatok egyébként, hogy 2009-ben emelkedett meredeken először a bevándorló magyar munkavállalók száma, akkor a saját miniszterelnökségét, a saját kormányát is kritizálja ezzel? Nézze, egy válság volt Magyarországon 2009-ben. Talán ön is emlékszik rá, hogy úgy vettem át az országot, hogy 310 forint volt egy euró. Az ország iránt nem volt bizalom, és drámaian kezdtek szűkülni a munkalehetőségek Magyarországon. Tehát érthető, hogy egy válság idején elindul a
kivándorlás. Az igazi probléma az, hogy azóta eltelt most már majdnem 4 év. És Magyarország még mindig válságban ebből a szempontból. A versenyszférában ma kevesebben dolgoznak, hiába a hangzatos statisztikák, kevesebben dolgoznak, mint a válság mélypontján, amikor én voltam a miniszterelnök, és próbáltuk menteni az országot. Ma kevesebb munkahely van, most már egy olyan válságban van Magyarország, amit ez a kormány okozott nekünk. Miközben az összes környező ország növekedett. Szlovákia növekedett, Lengyelország növekedett 6-7-8% az elmúlt 4 évben. Magyarország a válság mélypontjához, ahonnan az én kormányom fordította vissza Magyarországot. Ahhoz képest 1% nőtt 4 év alatt. Azt mondja a miniszterelnök most a Kossuth Rádióban, a szokásos jó hírmondó interjújában, hogy az elmúlt 4 évből 3-ban növekedett a magyar gazdaság. De ha összeadjuk az összes növekedést, az összesen 1% volt a válság legmélyebb pontjához. Ma még mindig 5%-kal lejjebb vagyunk, mint 2008-ban a válság előtt. Az Orbán kormány olyan válságot tartott fel Magyarországon, amitől az ország elvesztette a reményt, a munkahelyteremtő képességet, a kilátásokat. És van még egy ok, beszélgetve a londoni magyarokkal. Nagyon sokan egyébként a felsőoktatás elől, a felsőoktatási problémák, vagy az irreális mértékű tandíj elől menekülnek el, vagy a létbizonytalanság, kiszámíthatatlanság elől mennek el. Nagyon sokan tanulnak Londonban, azért, mert azt gondolják, hogy ott biztos kiszámítható helyzetük van, elmondták nekem a beszélgetés. Ön azt mondja, hogy nyilván nem teljesen függetlenül, hogy 220 ezer új állást teremt meg 4 éven belül. Persze. Ugye Orbán Viktor 1 milliót ígér 10 éven belül, de minden évben számon kéri rajta az ellenzék, hogy ez nem nagyon akar összejönni, és azt is mondja, hogy visszahozza a fiatalokat. Hogyan? Hát az orbáni 1 milliós ígéretből ugye eddig 500 ezer valósult meg Londonba, Bécsbe, Berlinbe, Amsterdamba. És másik a bajnai része... féle 220-as ígéret hogyan fog megvalósulni? Hogyan, mire fognak hazajönni? Először is hagyd mondjam, hogy az általam ígért 220 ezer új munkahely, az nem közmunka. Döntően nem is állami munkahely, hanem olyan két dolog kell hozzá. Egyrészt kellenek célzott állami programok, ilyennek gondolom például azt, hogy sokan mondták, hogy ezzel én demagóg vagyok, vagy ígérgetni akarok, hogy minden fiatalnak, minden 30 év alatti fiatalnak, aki 6 hónapnál tovább van munkanélküli segélyen, pályakezdőként, nekik garantáljuk, hogy vagy munkát kapnak, vagy képzést kapnak. Úgy kapnék hozzá a munkát, a magánszférában fogjuk nekik lehetővé tenni, úgy, hogy olyan mértékű járulék és munkabér támogatást adunk, hogy megérje őket befogadni, kipróbálni a vállalkozásoknak. És ha valaki kap 6 hónapot, 1 évet egy vállalkozásnál, hogy bizonyítson, akkor közülük mindenki, aki erre képes, az megragadhat. Aki meg nem tud így sem elhelyezkedni, ott valami baj van az a képzésével, úgyhogy őt meg képezni kell kötelezően, de nem engedheti meg magának ez az ország, hogy 100 000-nyi fiatal pályakezdőként tengleng, nem talál munkát, vagy éppen külföldre megy, és soha nem jön vissza. Ez az a generáció, akinek a hátán kell vinni az országot be Európába, akinek fenn kell tartani ezt az országot. Részben adófizetés, nyugdíjfizetés szempontjából, részben meg gyerekvállalás szempontjából. Hát ez egy demográfiai katasztrófa, ami itt történik. Azonnal reményt, kilátást, munkalehetőséget kell adnunk nekik, azért, hogy megérje visszajönni. Sokat kritizálják az adórendszert is, de erre az a válasza a kormánynak és a Fidesz kommunikációnak, hogy önök visszaállítanák ugyanazt a kudarcos adórendszert, ami 2010 előtt volt, amikor a munkavállalók fizetésének a felét elvitte a magas adó, a másik felét pedig elvitte a magas rezsi. Ön hogyan tudja cáfolni ezeket a híreket, amikor egyébként nem mondják meg pontosan, hogy mekkora jövedelem fölött mekkora adókulcsot vezetnének be, ugye a kormány 40%-os kulcsokról beszél, de azt mondják, hogy az átlagon fölüli jövedelmeket adóztatnak meg, mikor egy átlagon fölüli jövedelem, tehát mondjuk már 250 ezer forint fölött van az átlag, az nem feltétlenül gazdag embert jelent. Szerintem sem, úgyhogy nem is onnan lenne a felső kulcs. De hagyj fogalmazzak akkor pontosan. Először is, amikor korszakváltásról beszél az Együtt PM Szövetség, akkor mindenre, így az adórendszerre is igaz, hogy nem egyszerűen azt a károkozást akarjuk megszüntetni, amit az Orbán kormány csinált, az megelőző időszak hibáit sem akarjuk újra elkövetni. Abból is tanulnunk kell, mert ott is nagyon sok baj volt. Például az adórendszerben. A korábbi adórendszerben a minimálbér teljesen adómentes volt. Az azért baj, mert ez azt jelenti, hogy milliónyi ember volt kívül a közteherviselés rendszerén. De ha ez így van, akkor ők kikerülnek abból a társadalmi folyamatból is, ami az ő megbecsültségüket és állampolgári számonkérési jogukat is jelenti. Ezért én olyan adórendszert szeretnék, ahol mindenki fizet adót, a minimálbéres is, meg a legmagasabb bérű is. De
Az egykulcsos adóval nem az a baj, hogy kiszélesítette az adózók körét, hanem az, hogy a minimálbértől messze a átlagbér fölötti szintig mindenkitől elvett. A bizonyos századvég tanulmányban, amiről látom, Heim Péter az általam szakemberként nagyon sokra tartott, és emberként is sokra tartott Heim Péter, akinek a tanácsaira én mindig hallgattam egyébként pénzpiaci ügyekben a válság kezelés időszakában. De ő jön most a századvég nevében majd beszélni az egykulcsos adóról. Az igazi baj az egykulcsos adóval két dolog. Az egyik elvett bő 3 millió, közel 3,5 millió embertől nettóban, azért, hogy 600 ezer embernek, a legjobban kereső 14%-nak sokkal többet adjon. Mondok egy egyszerű számot. Egy 100 ezer forintos bruttó bérből, ami azért nem tekinthető magasnak, ugye ez most a minimálbér szintje. 100 ezer forintból ma 11 ezer kevesebb nettó marad havonta, mint 2010-ben a bajnai kormány adó reformja után. 11 ezer forinttal ott vettek el a minimálbér környéki keresőktől, miközben ha valaki 700-750 ezer forintot keres, ami már nagyon magas fizetés Magyarországon, bruttóban, ő 100 ezer forinttal többet visz ma haza, 100 ezerrel havonta, mint korábban. Nem tőle sajnálom, csak azt gondolom, hogy ez tönkre teszi, nem csak igazságtalanná teszi az adórendszert, de munkahelyeket is veszítünk miatta. Körülbelül 50 ezer elbocsátás történt ebben az országban az elmúlt 3 évben, kifejezetten a megnövekedett bértermekek miatt, mert nem csak a magánszemélyek adója nőtt meg, a vállalkozóknak is ma sokkal drágább, alacsony bérű embereket foglalkoztatni, ezért inkább elbocsátják őket. Tehát a Jabil Circuit, a világ egyik legnagyobb gyártó cége, most Tiszaújvárosban 700 munkahelyet épít le azért, mert már nem éri meg Magyarországra hozni ezeket az olcsóbb munkákat, mert nem tudják kifizetni a munkabért. De nagyon sokan éppen abból a legaktívabb felső középosztálybeli választói rétegből, akiknek a bizonytalanjaira önöknek szüksége lenne, úgy gondolkodnak, hogy amikor azt mondja a Bajnai Gordon, hogy majd a gazdagok többet fognak fizetni, akkor gazdagokat mond, de valójában rám gondol. És olyan emberek tartanak ettől, akik nem 700 ezer forintot visznek haza egy hónapban. Okay. Nem gazdagokról beszéltem, arról beszéltem, hogy a legjobban kereső 8-10%-tól egy mérsékelten, ez nagyon fontos ez a szó, magasabb kulcsot kell kérni. Azért fontos a mérsékelt, mert a 2008 előtti, 9 előtti adórendszernek a másik hibája az az volt, hogy nagyon alacsony fizetésnél a felső kulcssal kellett adózni, és ez a felső kulcs nagyon-nagyon magas volt. Én elképzelhetetlennek tartom azokat a korábbi kulcsokat visszahozni, amik akkor voltak Magyarországon, mert az visszafogta a sikeresen törekvő embereknek a törekvését, már elvette a kedvüket a több munkától. Ezt nem szabad megcsinálni. Többlet szolidaritásra szükség van, de nekünk olyan adórendszer kell, ahol a felső kulcs a legjobban kereső felső 10%-ot terheli, és őket is csak mérsékelten. Azért, hogy ez az egész ország végre növekedjen. És az a mérsékelt teher, amit ők többet fizetnek, az nekik is meg fogja érni, mert egy emelkedő, növekvő, gyarapodó ország lesz itt. Köszönöm szépen, hogy eljött. Önöknek köszönöm az eddigi figyelmet, most ismét híradó következik, aztán térjenek vissza hozzánk, és Heim Péterrel fogjuk folytatni az egykulcsos adó témáját.